Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, miközben nem mással várunk benneteket, mint a Römi Klub következő adásával, és Sziggyvel, illetve Didivel játszunk, és ez most nem bajnokságra menő dolog, hanem ez csak sima a játék, és a második partival vagyunk, az első partit én húztam be, de nagyon kis különbségekkel, úgyhogy semmi nem dőlt el. Ajaj. És még így sem dőlt el semmi, hogy most így lepakolt egy szépet. Sziggy. Ha úgy alakul, akkor most már tudok majd adni a fiúcskának kaját. De örömmel játszunk Römit egyébként, azt tegyük hozzá. Egyébként annyit érdemes elmondani, ugye nemrégiben jelentettük be, hogy ugye minden héten, hétfőn és csütörtökön várunk benneteket, szóval rögzítve vannak az időpontok, amikor játszunk. Úgyhogy én azt gondolom és remélem is, hogy még inkább fognak jönni a nézettségek erre a sorozatra akkor, hogyha a fix időpontban van rakva. Csak ugye ne felejtjétek el, lassan érkezik március 15-e, és ennek kapcsán még kaptok egy plusz egy epizódot, és ott borulni is fog egyébként az adásrend, csak arra két hétre, mert valahogy ki kell egyenlíteni a dolgokat. Húha, az a király, ez nekem jó. Kettes. Jó, jó. Igen, mindenképpen lepakolunk, a 100%, mert az a Joker, az kell nekünk. Átnézzük. Igen, jobb megoldást én itt nem látok ennél. Az nem a Mijo Link volt. Nyugtatólag. Bubikra. Kérdés, hogy van-e Bubia Diddinek? 8-asok. 7-es. 5-ös. Szerintem nincs. Opá, volt egy Joker-e még. És 6-osnak lerakta a Jokert. 7-est húztam be. Hát egy lapja van, az a rossz hír. Hát tőlem kevés pontot fog behúzni, az egy lény. Az viszont fontos információ. Tehát ezzel megoldjuk a problémát. Viszont így Sziggynek is arra kell rámenni, hogy behúzza a lapokat középre. Hatos. Sehova. Nem növelem a lapjaimnak a méretét. És neki is már csak egy lapja van. Ugye én még ha behúzok 3-ast, akkor azzal készen vagyok, de nem fogok. Behúzta a 4-est. És a 6-ost is behúzta egyébként, úgyhogy... Szerintem de a 6-os került behúzásra. Na, még egy parti. És akkor ez a menet is készen van. Jó, szép. Szép lapocska. Egyelőre így hagyjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, mert tudnánk azt is csinálni, hogy Bubi dáma királyász, és akkor viszont megvan a 4-esünk egy handra.
Viszont van, van az is, hogy Bubi dáma király és három ász. Meglátjuk. Meglátjuk, erre még most nem merek semmit sem mondani. Egy négyes, az nekem nem köl. Egy dámát húztam be, így viszont egy kicsit átalakulnak a tervek, ha jól sejtem, de még várunk vele egy kört, én azt mondom. A 9-es biztos nem kell nekünk, úgyhogy azt dobjuk. Azt a mindenit. Jó. Wow! Vagyunk-e készen? Az itt a nagy kérdés. Hát készen még nem. Várjál, ezt át kell nézni. Ezzel egy lappora leszünk, ha ezt így csináljuk. És a lehető legkevesebbet húzták be így. Hú, ha ők nyernek, teszem hozzá. Egy bubesz. Mindjárt, fiú, hallom, hogy sírsz. Ha nem húzódik el a meccs, akkor bár még szerintem mehet egy picit rá, akkor a következő hármas az bele fog férni, és akkor így pont akkor fog húzálni, amikor lesz gond. Vasöcskám már kaja ideje van ügyes kivátorkának azért nyivákkor. Talán halljátok is. Mindjárt, fiú, jó? Kis türelmedet kérem. Didi most gondolkodik szépen, mondjuk nem fut ki az idejéből. Már pedig ki fog futni. Kifutott. Egy Jolly-t kivett. Ötösök, és egy kettes. Bubi, viszont ezt megnyertem. Jó, ennyi. Egy hatos. Hát nem tudom, ki nyerte a partit. Mi nyertük? Hú-hú-hú-hú! De szoros volt a meccs! Hú-hú-hú-hú-hú. Na, gyorsan még belevágunk egy partiba. Szemivel... és Mattival játszunk. Sammy the Bull és Matti. Hú, két erős játékos. Ennek túl sok közem nincs ahhoz alaphoz, inkább húztam egy másikat. Megint az van, hogy figurát kell dobnom, mert nem látok mást, amivel tudnék ragaszkodni. 3-4-esem is van, azt is látom most már. Annyira rossz nem... annyira rosszul nem állunk egyébként ennél a partinál. Várjuk meg itt az első kört. Jajjaj! Egy kötőlap. Maradjunk ennyiben.
kettes. Igazából megvan a 30, tehát igazából el lehetne rakni 3-4-essel, meg a 5-6-7-tel. Köszönjük szépen! Második jó lap. És igazából... ha még egy lapot behúzunk, akkor megvan a jó megoldásunk. Van egy jó megoldásunk. Na mit, mi a helyzet, Bull? Remélem nem húzódik el a parti úgy, hogy ne férjen be a harmadik parti az adásidőnkben, mert szegény bátorkát most már etetni kell. Esti időre való tekintettel. Na, gyerünk már, bivaj! Na, azért. Jó van! 5-6-7-8, egy bubi. Még várjunk a végével. Jó, 8-as. Most nézem, kész is vagyok egyébként. Ja nem, be kell húznunk egy lapot, csak akkor vagyok kész. Királyok. Ez elég lesz már. 3-4. 10-es. Várjál! Jó! Ha jól látom, a Dáma Bubiból fog egy lapunk maradni. Úgy jó a dolog. Jelentős átvariálás, de így jöttünk ki a legjobban, én azt hiszem. De megvárakoztat minket a bivaj. Nála a Joker, és lehet abból terc. De nem lesz belőle terc. 9-esnek berakja. Egy bubi. Ezt beszélte, úsz, te szép! Az teli találat volt Mattinak, óriási szerencséje volt. Következő parti. Ó, tökéletes! Számításaim szerint ez tökéletes lesz, ha csak nem húzódik el a következő partink. Na nézzük. Ájja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 jj
Szörnyű lapok. Hetes. Hát inkább húz. Nem, 3 hetes. Egy dupla. Még jó, hogy észrevettem az utolsó szekundumban. Kiírt. A Fulvi jó adásazik. Ja. Nem, mi játékban van.
történt semmi közben. Szépen gondolkodik, kicsit húzza az idejét. Időnket búl. Dáma. Arra jó, hogy kicseréljük a második duplát, most igazából többet most nem tudunk tenni. Hát azért ne húzd már el, légy szíves, Szemi. Jó van, fiú, mindjárt. Na, így várja. Igen. Így, így hanyat dőlve, így várja a kaját. Meg nyávok közben. Mindjárt kapod, jó? Ó, kilépett. Robotkánk. Hát ennyi volt a... Ennyit bírt várakozni. Megértem, mert... Nagyon lassítja a játékot. Szemmi. Ez viszont azért nem jó hír, mert akkor be kell lépnünk egy másik játékba. De lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy bátor érdekében most egy kettes partit fogok most nyomni. Kitöltsük a szünetre való időnket. Hát itt most már pontra kell rámennünk. És ugye ne felejtjük el, a Free nem nyerheti meg a játékot. És az a probléma, hogy ezt meg kell nyernünk, ezt a játékot, mert egyelőre személyé a pont. És úgy néz ki, hogy marad is nála, ha csak nem nyerjük meg ezt a partit. Az a baj, nagyon sok a figurám, és kötőlapok túl sok nincs. Hát esetleg, hogyha most gyorsan befejezi Szemi, akkor még a következő partit lejátszuk, és akkor mindjárt más a szitu. Jó ötlet. Szupi. Talán tudok segíteni ezzel. Mi a baj? Na azért. Hát igen. Pont lecsúsztam. És jó lett volna! Hagyjak meg! Pont az a bubi volt nála. Nem baj, kitöltjük azzal az időt. Igen, és ezzel ugye az történt, hogy ráadásul ugye Szemi nyerte meg a játékot, mely ugye tele volt, úgyhogy feles. Hát igen, akkor ha én nyertem volna, akkor enyém lett volna a Zainak a pontja is. Mindegy, egy két személyes játékkal befejezzük a mai kalandunkat. Omá Ozel, akivel játszunk. Hát illetve nem biztos, hogy befejezzük mára, mert nekem még igazából lenne kedvem, csak a macskusznak kell adni egy kis kajácskát, és ezért be kell fejeznünk úgy a játékot, hogy ugye ne parti közepette legyünk. Ötös. Ah, negyedik ötöske. Szuszusza, 7 pontnál tartunk egyelőre, az még marha kevés. Drámák. Ászok. Kisebb az esély kivenni. Úgyhogy nem tudja, hogy nekem milyen lapjaim vannak.
mondom a dolgot, mert ugye csak tőlem kell félnie. Király. Húzzuk be. Na jó, pakoljuk le. Jaj, de szeretlek játék! Jó van, nyugi! Tudom, mire jó, ha húzok egy ászt vagy egy tízest, akkor kész vagyok. Így viszont ő van kész, nem baj. Még egyet bele kell húznom. Mindjárt, fiú, 2-3 percet kérek tőled, jó? Na, gyerünk. Milo az, aki érkezett segíteni egy macska éheztetésének megoldásában. Egy dráma, gyönyörű. És megtanulhatja egyébként a fiú, hogy azt a... Azt a... Na, akkor ezt nézzük meg. Igen. Ezt pici benéztem. Ezt lehetett volna egy kicsit jobban is megoldani. Nem, ez így a legjobb megoldás. Bocsánat. Kettesek. Ő kivette a Jokert. Mindegy, hogy mi lett volna, mert kivette volna. És... gyorsan végzett Milo, de még mindig van adás időnk. Hoppá! Oké, köszönjük. Na, kivel játszunk? Még egyet kell játszani, mert egy perc még van az adásidőnkből, minimálisból. Der Major az, aki jön játszani velünk, és ment megint egy macska életet. Most már nagyon lehet hallani a fiút, de szerencsére mindjárt végzünk. Azt a... mászok. Jó van. 3-4-5. Tízes. Harmadik tízesem, csak az a baj, hogy pont az egyik tízes benne van a leosztásban, úgyhogy jön tercbe, úgyhogy azt adjuk is békében. A királyt azt megvárjuk, hogy mi lesz vele. Mindjárt, fiú, ez most már tényleg az utolsó parti. Nyolcas, az jó, köszönjük. Szép, mehet a királyom oda. Ötös. Jó, vannak lapjok, amiket oda tud pakolni, az a jó hír. Kettesek, ajajajaj. Dráma nem kell. Egy király. Hetes sehova. Másik király dobjuk el. Igazából nem baj, hogyha behúzza. Most már én azt mondom, tapasztalati pont bőven elég nekem, úgyis arra játszunk egyébként most.
Ne, ugyanaz a király. Nem játszunk pontokra. Nem baj. Na, köszönjük, hogy itt voltatok. Ennyi volt már a játék. És reméljük, hogy élveztétek. Ne felejtjétek el, fix időpontban jelentkezünk a játékkal, illetve a Römi Klubban minden héten, hétfőn és csütörtökön este. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!